Köszöntöm nézőinket, ma is elindulunk a labirintusban. Műsorunkban problémákkal és panaszokkal foglalkozunk, olyan esetekkel, melyek önökkel történtek meg, és melyekből nem találnak kiútat. A szakértők mellett ma is itt lesz velünk Oswald Péter ügyvéd, aki elmondja véleményét a témákkal kapcsolatban, és villámkérdésekre is válaszol. Lássuk, mi lesz ma. A közüzemi számlákat természetesen, mint haszonélvező, nekem kell fizetni, hisz azokban én használom. Ezen nincs is vita, és nincs is elmaradásom, de a közös költség. Viszont a tulajdonos helyett nem fogom, vagy nem szeretném a közös költséget fizetni. Egy hivatalos iratból utólag tudta meg nézőnk, hogy eladták a lakást, ahol él. Igaz, hogy ő csak haszonélvező, de akkor sem érti, hogy történhet ilyen annélkül, hogy előzetesen tájékoztatnák őt. Ráadásul a saját fia volt az eladó. Most már új tulajdonos van, de a problémák csak szaporodtak. 1989-re költöztem be ide a lakásba, mint főbérlő, mert akkor ez még tanácsi bérlakás volt. Így indult a dolog. Júlia válása után az akkor még kiskorú fiával költözött a József Attila utcai panellakásba. A 23 évekelt erről szóló irat már alaposan megsárvult, ahogy az ő történetük is jócskán összegubancolódott az azóta eltelt évtizedek alatt. 1996-ban lehetőség nyílott a tanácsi bérlakások kedvezményes megvásárlására. Júlia volt férje felajánlotta, hogy megveszi a lakást közös gyermekük számára. Az édesapa a fiú nevére iratta a lakást, Júlia pedig haszonélvezeti jogot kapott. Évekig nem is volt probléma, de miután a fiú megnősült és elköltözött, sajnos megromlott a kapcsolata édesanyjával. Nem sokkal ezután egy nem várt esemény történt. Eladta a lakást, a tudtom nélkül, értesítésem nélkül, valószínű azért, mert megromlott a kapcsolatunk, egy számomra is teljesen ismeretlen férfinek 2.800.000 forintért. Megtehette, hisz ő volt a tulajdonos. Júlia erről viszont csak egy később kézhez vett földhivatali értesítésből szerzett tudomást. Az ő haszonélvezeti jogán nem esett csorba, továbbra is itt lakhat a lakásban. Ő mégis sérelmesnek érzi az eljárást, hogy a feje fölött adták el az otthonát. Arra sem volt lehetősége, hogy esetleg ő vegye meg a lakást, ahol él. De ha már így történt, úgy gondolja, hogy a lakással kapcsolatos költségek jó részét nem neki kellene kifizetnie, hanem a tulajdonosnak. Nyáron itt befolyik a víz, a parkett, a korhad. A 40 éves lakásban lenne mit felújítani. A nyílászárók, burkolatok, vezetékek rossz állapotúak, rájuk férne a csere. Júlia szerint az állagmegóvás a tulajdonos dolga lenne. Azért a tulajdonosé, aki, mint mondja, meg se nézte a lakást, mielőtt megvette, és ő azóta sem tud kapcsolatba lépni vele. A lakásban élő nő szerint neki, mint haszonélvezőnek csak a rezsit kell fizetni, a közös költséget a tulajdonosnak kell állnia. A közüzemi számlák természetesen, mint haszonélvező, nekem kell fizetni, hisz azokat én használom. Ezen nincs is vita, és nincs is elmaradásom, de a közös költség. Viszont a tulajdonos helyett nem fogom, vagy nem szeretném a közös költséget fizetni. Havi 8500 forintról van szó, ennyi a közös költség jelenleg. Júlia azt mondja, ezt ő 12 éven át maga fizette, pedig akkor sem az ő kötelezettsége lett volna. De amikor később segítséget kérte ehhez a fiától, nem jutottak dűlőre. 2008-tól senki nem fizette a közös költséget. Per lett a dologból. A lakásszövetkezet indította. A lakásszövetkezet tudta, hogy nem, hogy nem én vagyok a főbérlő, mégis engem jelentett föl a bíróságra. A bíróságon beterjesztettük az iratokat, ahol a bíróság megállapította, hogy a közös költséget nem követelheti mástól a lakásszövetkezet, csak a tulajdonostól. A jogerős ítéletben 5 évre visszamenőleg megítélték a közös költség összegét Júliának. Ő ennek nagy részét vissza is kapta a fiától. De ezzel a probléma nem oldódott meg. A közös költség fizetése azóta is lóg a levegőben. Jócskán felszaporodott a tartozás. Legalább 160.000 forint alaptőke plusz a kamatai. 2008. november 1-je óta a közös költség nincs fizetve. Júlia megoldást szeretne, ami szerint elsősorban abból áll, hogy mindenki eleget tesz a jogszabályokban előírt kötelezettségének. Ehhez viszont az lenne az első lépés, ha legalább találkozhatna és megegyezhetne az új tulajdonossal. Miért nem jön el megnézni? Miért nem kíváncsi egyáltalán
azt, hogy mit vett meg, nem is, és miért nem kíváncsi egyáltalán, miért nem tudunk megegyezni. Riportunk elkészülte után megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a lakás volt, illetve jelenlegi tulajdonosával. Júlia fiától nem érkezett válasz, az új tulajdonos és az adásvételi szerződést készítő ügyvéd pedig nem kívánt nyilatkozni. Időközben Júliától pedig azt is megtudtam, hogy most már ő is ügyvédet fogadott és harcolni fog az igazáért. A Labirintus vendégei Makra Virginia társasházi és lakásszövetkezeti ügyekkel foglalkozó ügyvéd és Oswald Péter műsorunk ügyvédje, szeretettel köszöntöm Önöket. Virginia, úgy tudom, ön ismeri a konkrét esetet, és milyen minőségben került kapcsolatba az üggyel annak idején? Hát annak idején mi a Jókai Lakásszövetkezetet képviseltük. A Jókai Lakásszövetkezet az volt a közös képviselője a társasháznak, ahol Júliának az ingatlana van. Úgyhogy mi annak idején indítottuk ezt a pert, és való igaz, hogy ezt a pert, ezt Júlia megnyerte, mégpedig amiatt, mert nem a lakás tulajdonos ellen fordultunk, hanem a haszonélvező ellen ebbe a perben, és a bíróság valóban azt állapította meg, hogy nem a haszonélvezővel szemben kellett volna ezt a pert indítani. És ennek folyamánya volt, hogy utána megindítottuk a pert, a lakásszövetkezet megindította a pert a tulajdonos ellen, és azt a pert meg is nyertük. Erről majd részletesen is beszélünk, hogy tulajdonképpen akkor kinek is a dolga fizetni a közös költséget, illetve más olyan dolgot, amit a társasház felé kell rendezni. De itt van egy másik kérdés is, ami tulajdonképpen még ez előtt való. A panaszosnak az az egyik problémája, ugye, hogy az ő tudta nélkül adta el a lakást az ő fia, tehát ő nem is találkozott az új tulajdonossal, ő meg se nézte a lakást. Ez jogilag akkor egy szabályos szerződés, tehát a haszonélvezőt nem kell megkérdezni arról, hogy mit szól hozzá? Nem kell megkérdezni arról, hogy mit szól hozzá, elővásárlási joga sincsen, de a tulajdonos személyre nélkül, vagy személyének a változására tekintet nélkül haszonélvezeti jog az érintetlenül fennmarad. Nem kéri a polgári törvénykönyv azt, hogy haszonélvezőnek akár a beleegyezését, akár a tájékoztatását a tulajdonos megejtse. Tehát gyakorlatilag a tulajdonjog változhat az idő folyamán akár hányszor is, a haszonélvezeti jog ez mindenképpen érintetlen marad. Úgyhogy ebben az esetben ez teljesen szabályos módon történt ez az ügylet. Más kérdés, hogy ki az, aki a haszonélvezeti joggal terhelten vesz ingatlant, és hogy ennek az ingatlannak mi az értéke, mert nyilván nem egy tehermentes piaci forgalmi értéket fizetett a vevő, hanem gondolom én, hogy valamilyen szinten ezt csökkentették. Egyébként a haszonélvezeti jog értékét meg is határozza az illetéktörvény, hogy ez mennyi. Elképzelhető, hogy ezzel az értékkel csökkentett értéken vásárolta meg ez a vevő a korábbi tulajdonostól ezt az ingatlant. Tehát az csak formasság, hogy ilyen a szerződés beleírták, mert Júlia mutatta ezt nekünk, hogy a vevő az általa megtekintett állapotban vette meg a lakást. Júlia azt mondja, hogy nem járt ott. Igen, hát akkor valószínűleg egy korábbi szerzős mintát írhatott át ebben a körben az ügyvéd, vagy a felek neki azt mondták, hogy megtekintette, benne maradhatott valószínűleg véletlenül a szerződésben. Nem köteles egyébként az új tulajdonos megnézni az ingatlant, mielőtt megvásárolja, és az sem kötelezettség, hogy a riportban hallatszott, hogy azóta sem látta, hogy ezt ő ellenőrizze, ez ő neki csak joga. Tehát gyakorlatilag a haszonélvezettel terhelt ingatlan használatát is bármikor ellenőrizhetné, ha nem kerít rá sort, akkor igazából ennek semmilyen szankció. Tehát ez nem kötelező, de nem is szokták. Tehát ez a normális menetrend, hogy az ember egy földhivatali értesítésből tudja ezt meg. Én azt gondolom, hogy aki ilyen ingatlant vásárol, az valószínűleg befektetési céllal, vagy ki tudja, milyen céllal vásárolja, nem pedig azért, hogy idézőjel mondom, zaklassa mondjuk az éppen használót. Nyilván arra számít, hogy előbb-utóbb ez az ingatlan ez üres lesz, és ezt ő majd használni fogja. És hát a piaci árhoz képest, a normális árhoz képest egy kicsivel olcsóbban, vagy töredékért meg tudja akár így vásárolni. Mi a helyzet a lakás állagának megóvásával, illetve a közös költséggel? Ez ugye ebben az esetben már korábban is probléma volt, Júlia a fiával sem jutott ebben dűlőre, most új tulajdonos van, most továbbra sem fizeti senki a közös költséget. Kinek kell fizetni, a tulajdonosnak, vagy a haszonélvezőnek? Hát tulajdonképpen, hogy először az első kérdésére válaszoljak, a polgári törvénykönyvnek van egy paragrafusa, ami konkrétan megmondja, hogy a haszonélvezőnek milyen jogai és kötelezettségei vannak, és ez úgy szól ez a PTK szakasz, hogy a haszonélvezőnek a rendes gazdálkodás szabályai alapján kell, hogy eljárjon, tehát amikor a lakást használja, és ez azt jelenti, hogy viseli a lakásnak a fenntartási költségeit, kivéve a rendkívüli felújítási és karbantartási költségeket, viseli a használattal járó költségeket, és viseli a közterheket. És magyarra fordítva, vagy közérthetőbben elmondva azt jelenti a fenntartási költség, hogy bizony az állag megóvás az a törvény szerint az a haszonélvezőnek a kötelezettsége, hiszen hát ő lakik az ingatlanban, ő használja,
itt jelesen itt például mondjuk egyáltalán be sem lép a tulajdonos oda, csak kizárólag a haszonélvező használja, és ezeket a karbantartási munkákat bizony el kell végeznie. Más dolog az a felújítás, ami rendkívüli felújítás, mert az viszont elvégeztetheti a közös kép, bocsánat, a haszonélvező, de gyakorlatilag nem lehet áthárítani addig, amíg haszonélvezőként bent lakik a lakásba, tehát nem fordulhat igénnyel a tulajdonossal szemben. Júlia szerint az van a társasházi szabályzatban, hogy mindegyik tulajdonostárs köteles fenntartani és szükség szerint felújítani ingatlanát, és semmi utalás nincs ebben a szabályzatban arra, hogy ez másként lenne, hogyha haszonélvező lakik a lakásban. Akkor ezt hogy kell értelmezni? Tehát ő ugye itt mutatta a rossz nyílászárókat, meg a potyogó csempéket. Ez milyen kategória? Ez állagmegóvás. Tehát ezt neki kell megcsinálni. Ha esetleg valami extrán kivitelezi, akkor hogyha netán megszűnik a haszonélvezeti azért, mert ő mondjuk vásárol magának egy másik ingatlan, akkor elszámolhat a tulajdonossal szemben. Tehát, hogyha olyan nagy arányú értéknövekedés lenne, hogy mondjuk extra csempéket rak be, vagy extra nyilázárókat, akkor ezt bizony ő elszámolhatja. És még az előző kérdésére visszatérve, a válaszom az, hogy mint a lakásszövetkezeteknél a tagokkal szemben, mint a társasházaknál a tulajdonosokkal szemben, tehát a jogviszony így áll fönn, hogy társasház és tulajdonosok. Tehát a haszonélvező az nem is tagja a társasháznak. Tehát ő jogviszonyban csak a tulajdonos és a haszonélvező áll. Tehát akkor mi van ilyenkor, hogyha most nem fizeti senki a közös költséget? Hát gyakorlatilag akkor megint indul egy per a tulajdonos ellen, mert akkor a társasház kénytelen beperelni a tulajdonost, mert valakinek kell fizetni a közös költséget, és a jogviszony, mint ahogy említettem, a társasház és a tulajdonos között áll fenn. De ez tehát akkor... ő csak azt fogja perelni, a tulajdonost fogja ütni. És az utána egy más kérdés, hogy utána a tulajdonos, miután az utolsó petákig kifizetett mindent, hogy fog-e fordulni a haszonélvezővel szemben, mert én szerintem ő neki kell ezt fizetni. Mert tehát ő lakik benne. Először egy ilyen per következhet, ez lenne a logikus, és utána jönne egy következő, amikor a tulajdonos a haszonélvező felé perel? Hát ebben az esetben igen, normális esetben ugye a tulajdonos meg haszonélvező egymással megállapodik. Hogyha nem jutnak dűlőre egymással, nem tudnak megállapodni, akkor a tulajdonos kérheti a haszonélvezőtől azt, hogy a rendes kiadásokat, a rendes költségeket, amit nem számít a PTK szerint, ugye rendkívüli kiadásnak és javításnak, azokat fizesse ki ő neki. Azt gondolom, hogy fölösleges itt pereskedni egymással, ezt mindenkinek nagyjából egészéből meg kell értenie, hogy aki ténylegesen használja haszonélvezőként, annak ezeket a költségeket meg kell fizetnie. Hogyha perre kerül sor, akkor ugye abban az a rossz, hogy ez plusz költségekkel jár, illetékkel, ügyvédi munkadíjakkal, amit nyilván majd a peres felek saját maguk fizetnek. Egyébként az eljárás vége az borítékolhatóan az lesz, hogy a haszonélvezőt kötelezni fogják arra, hogy a tulajdonos által a társasháznak megfizetett közös költséget fizesse vissza a tulajdonosnak. A közös költségben szokott olyasmi is lenni, hogy felújítási alap, mondjuk, hogyha meg kell csinálni a tetőt a társasházban, ez is a haszonélvezőt terheli? Hát gyakorlatilag ez benne van. Én úgy gondolom, hogy ez megállapodás kérdése lehet, hogyha meg tudnak állapodni abban, hogy esetleg ezt nem, de egyébként a közös költség része a felújítási alap. Egyébként nem is mindenütt képeznek felújítási alapot. Meg kellene állapodni, ezt mondják önök mindketten, de Júlia és a tulajdonos még csak nem is találkoztak soha. Ez normális? Hát normálisnak nem mondanám normálisnak, de hogyha nem találkoztak még, hát nyilván levélben vagy valahogyan föl tudják egymással venni a kapcsolatot, és hát itt első körben a tulajdonos fogják ugye kötelezni majd előbb-utóbb a társasházi közös költség megfizetésére, ő lesz lépéskényszerben, ő neki kell megkeresni a haszonélvezőt, hogy ezt a közös költséget fizesse, mert ha erre nem kerít sort, akkor ugye 5 év után mondjuk az ő követelése el is fog évülni a haszonélvezővel szemben, a tulajdoni illetőségére meg adott esetben akár jelzál is rákerülhet, illetőleg, hogyha azt kéri majd a társasház közösség, egy jogerősítélet birtokában, miután nem került kifizetésre a közös költség, akár el is lehet árveresztetni a tulajdonosnak az ingatlanát, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy lesz egy újabb vevője, egy árverésen ennek az ingatlannak, a haszonélvezeti jog pedig ugyanúgy fennmarad gyakorlatilag, egész addig, amíg a haszonélvező él. Nyilván, hogyha valaki lakottan vesz egy lakást, azt mondjuk azért teszi, mert befektetés számára, de mire figyeljen
az a valaki, aki ez, úgy dönt, hogy lakottan megvesz egy lakást. Azért ennek úgy látszik, vannak hátulütői is. Hát ez egy mindenféleképpen egy kockázatos dolog, hogyha az emberek elmennek a telekönyvbe, a földhivatalba, és amíg várakoznak, és a jobb oldalt megnézik a falat, tömegével vannak kitéve az árverési hirdetmények. A végrehajtók tucatjával hirdetik, és nagyon sok lakás lakottan kerül árverésre. Tehát, hogyha valaki onnan választ magának egy ingatlant, az nagy valószínűséggel befektetési céllal vásárolja, arra gondolva, hogy később nincs pillanatnyilag szükség, van megtakarítása, pillanatnyilag nincs szüksége ingatlanra, és az majd később jó lesz. Hát, hogy mire figyeljen, én mindenféleképpen azt tanácsolnám, ha egyáltalán beengedik a lakásba, hogy nézzen körül. Tehát tekintse meg azért azt az ingatlant, és főleg, hogyha mondjuk egy haszonélvezeti joggal terhelt, akkor próbáljon egy olyan kapcsolatot kialakítani a haszonélvezővel, hogy ne jussanak ide, mint ebbe az ügybe, amit azt megteheti, hogy a haszonélvező be se engedi a tulajdonost? Hát a törvény szerint, mint ahogy a paragrafus úgy írja, hogy birtokolja a haszonélvező, az ingatlant használja, hasznait szedi, és megtilthatja, hogy bárki oda belépjen, tehát a tulajdonos. Akár 10 tulajdonos is egymás után jöhet, és senkit nem enged be a lakásba. Azt is megteheti. Ilyen haszonélvezettel kapcsolatos kérdésben egyébként többen is fordultak hozzánk a nézőink közül. Egy kérdést idézek. Ferenci János egy 2,5 szobás lakásban él egyetemista lányával. Ők eredetileg volt nejével vették ezt a lakást, hogy a válásuk után is közösen nevelhessék a közös lányukat, de tulajdonképpen a tulajdonos a volt feleség, nézőnk pedig holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott. A válás után viszont a volt feleség elköltözött, nem is járt a lakásban, és a férfi szeretné kiadni albérletbe a használaton kívüli szobát, ezt viszont a volt felesége nem engedi. Mint tulajdonos ezt akkor jogosan teszi, vagy tehet valamit? Hát gyakorlatilag a PTK szerint a haszonélvező a haszonélvezeti jog gyakorlását átengedheti másnak is. Ha most másnak pénzért ellenérték fejben akarja átengedni, akkor a tulajdonost kell először felszólítani, mert a tulajdonos ugyanazokkal a feltételekkel igénybe veheti. Ha a tulajdonos nem nyilatkozik, vagy hozzájárul, akkor kiadhatja ő másnak is ezt az egy szobát. Tehát ebben az esetben, ebben a konkrét esetben kiadhatja, de mindenképpen előtte a tulajdonos meg kell keresnie, és nyilatkoztatnia kell a tulajdonost arról, hogy ő akarja ezt használni, vagy nem. Nyilván nem túl életszerű, hogy akarja, hiszen azért költözött el. Igen, igen, csak hogy ők megosztották egymás között. Én, ha jól értem az ő kérdéséből, tehát elvileg az egyik szoba az a feleségé használatilag, tehát a haszonélvezet az nem az egész lakásra vonatkozik. Hát mondjuk az érdekes, meg kell nézni a tulajdonlapot, hogy melyik részre vonatkozik, mert ha csak egy tulajdonos van, akkor a haszonélvezeti jog csak az 1/1 tulajdoni illetőségre vonatkozhat. Az ő egymás közötti megállapodások ebből a szempontból szerintem teljesen irreleváns. Tehát akkor mi most ebből az információból úgy látjuk, hogy nyugodtan kiadhatja így van, a lakást. Hogyha 1/1 tulajdonos a felesége, és nem akar visszaköltözni, akkor kiadhatja. Köszönöm szépen az információkat, és hogyha önöknek is van véleményük a témával kapcsolatban, küldjenek e-mailt a Labirintus címére. Korábbi adásainkban többször is foglalkoztunk egy internetes ingatlan közvetítéssel foglalkozó cég körüli problémákkal. Most újabb fejlemény van az ügyben. Megszületett az első fokú ítélet a perben. Biztos emlékeznek még Bugy Béla bácsi esetére, akitől több mint 70 000 forintot akar behajtani a cég. Az idős pécsi férfi állítólag interneten hirdetett, pedig nincs is számítógépe, ráadásul nem is akar eladni semmit. És nem ő az egyetlen, aki hasonló cipőben jár. Van, aki tényleg hirdetett, de nem tudta levenni azt a honlapról, így az elvileg fizetőssé vált. Volt olyan is, aki már fizetett is, de aztán újabb számlákat kapott, mert hirdetését továbbra sem törölték. A gazdasági versenyhivatal már megállapította, hogy az ingatlandepo.com és az ingatlanbazár.com internetes oldalakat üzemeltető cégek a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak. Pénzbírsággal sújtották őket, és megtiltották, hogy továbbra is így működjenek. Továbbá a GVH közérdekű keresetet nyújtott be a cégek ellen. A perben mostanra megszületett az első fokon eljáró fővárosi törvényszék ítélete. Eszerint a kifogásolt rendelkezések a vállalkozásokkal szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. Az ítélet még nem jogerős, de mit jelent ez a közérdekű kereset és ez a döntés a károsultaknak? Ettől még pereskedni kell nekik egyenként? Igen, a közérdekű kereset azt jelenti egyébként, hogy a fogyasztók nagy számát érinti, vagy jelentősen nagy hátrányt okoz valaki valamilyen érdekcsoportnak egy bizonyos szerződéses kapcsolat, akkor akár a gazdasági versenyhivatal
beperelheti alperesként azt, aki ezt a tisztességtelen gyakorlatot folytatja. Ebben az esetben ez történt. Mindenképpen meg kell várni a jogerős kúria döntését, a régen ugye a legfelsőbb bíróságot most kúriának hívják. Addig még el fog telni sajnos pár hónap, hogyha az a döntés helyben hagyja az elsőfokú törvényszéki ítéletet, akkor lesz mindenkire kiterjedő hatályú ez az ítélet. De ez azt jelenti, hogy mindenkinek egyesével a saját ügyében el kell majd járni. Aki eddig fizetett ennek a cégnek, az vissza tudja követelni ettől a cégtől ezt a pénzt, aki pedig eddig nem fizetett, az annak nyilván azt fogja tudni tanácsolni majd a jogerős ítélet birtokában, hogy ne is fizessen, aki pedig esetleg peres eljárásban áll éppen ezzel a céggel alperesként, annak pedig azt tudjuk mondani, hogy erre az ítéletre hivatkozva tudja majd kérni azt, hogy a felperes keresetét utasítsa el a bíróság. Most előtt még átmeneti idő van, hisz nincs jogerős ítélet, tehát aki eddig mondjuk még nem fizetett, és úgy érzi, hogy neki nem is kell fizetni, akkor az semmiképp ne fizessen most már, várja meg ezt a jogerős döntést, nyilván és aztán minden, döntsön. Minden ügy más, tehát ismerni kell azt, hogy valaki ténylegesen igénybe vette ezeket a szolgáltatásokat, vagy úgy járt, mint mondjuk annak idején a riportban szereplő alany, mert volt nyilván olyan, aki ezzel a céggel rendes normális szerződéses kapcsolatban volt, ő náluk azt mondanám, hogy fizessenek, aki pedig úgy érzi, hogy sérelmet szenvedett, akár a kötbér miatt, akár a tisztességtelen egyéb feltételek miatt, amire most ez az ítélet vonatkozik, azoknak azt tudom mondani, hogy azok ne fizessenek, azok várják és húzzák addig az időt. Köszönöm szépen! Lassan vége a mai műsornak, jöjjenek a villámkérdések. Csanádi Erzsébet rokkant nyugdíjas, januárban volt felülvizsgálaton, még nem tudja, hogy mi lett az eredmény, de azóta, tehát 5 hónapja nem kap semmiféle ellátást, egy fillért sem. Lehetetlen helyzetbe került, és hiába érdeklődik, nem kap felvilágosítást. Azt kérdezi, hogy hogy lehet az, hogy az átmeneti időben egyáltalán nem fizetnek. Mi lesz így vele? Hát igen, furcsálom ezt az esetet, én azt gondolom, hogy mindenképpen be kellene mennie oda, ahol ez a felülvizsgálat történt, illetve az első fokon eljáró hatósághoz, és érdeklődnie kellene folyamatosan. Olyan, hogy valaki nem kap értesítést és nem kap tájékoztatást, ilyen egyszerűen nem létezhet. Mindenképpen vernie kell az asztalt, és azt gondolom, hogy akkor ebben az esetben eljuthat abban a fázisban, hogy megkapja azt, ami neki jár. Nem tudom, ismerni kéne nyilván az ügynek az összes körülményét, hogy erre hogy kerülhetett sor. Számomra így első hallásra ez elképzelhetetlennek tűnik. Most ugye zajlanak a felülvizsgálatok, sok szinte mindenkinek el kell menni, tehát elvileg az átmeneti időben, amíg nincs meg az eredmény, hogy valaki továbbra is megkapja az ellátást, vagy nem, addig arra az időre azért jár ez az összeg. A korábbi eljárás, az úgy gondolom, hogy ellátás az egész addig jár, amíg gyakorlatilag a felülvizsgálat és a rehabilitációra vonatkozó nyilatkozattétel megtörténik az eljáró hatóság részéről. El Mihály és felesége többször is kölcsönt vettek fel felnőtt gyermekük nevében, a kölcsön visszafizetéséről szóbeli megállapodást kötöttek. Azonban a gyerek nem hajlandó megadni tartozását a szülei felé, ők bírósághoz fordultak, első és másodfokon is elutasították őket. Ugyanis a gyerek hangfelvételen elismeri a tartozást, ám a tárgyaláson tagadta, a bíróság viszont nem vizsgálta meg a hanganyagot, és a panaszos elmondása szerint a tanúk vallomását sem vették kellően figyelembe. Mit lehet tenni? Egy ilyen hangfelvétel tényleg nem lehet bizonyíték? Hát a hangfelvételen túl először ugye arról kell beszélni, hogy ha itt jogerős ítélet született, már pedig az hangzott most el, hogy első és másodfokon elutasították, és a tanúk vallomását nem vették figyelembe, meg a hangfelvételt sem, akkor ez egy úgynevezett res judicat, egy ítélt dolog, ami annyit jelent, hogy ez ellen az ítélet ellen maximum perújítást fog tudni ő kezdeményezni. Ami annyit jelent, hogyha felmerül valami új bizonyíték, amit az első fokú eljárásban vagy az első másodfokú eljárásban nem tudtak figyelembe venni, ami ellentétes azzal, amilyen következtetésre jutott a bíróság, magyarul tudják bizonyítani, hogy ez a kölcsönadás megtörtént, akkor a perújítás keretében ők kérhetik ennek a felülvizsgálatát, egyébként meg nem sajnos. A hangfelvétellel, nagyon érdekes a hangfelvétel, hogy figyelembe lehet-e venni vagy nem. Elméletileg kellene a másik félnek a hozzájárulása ahhoz, hogy a hangfelvétel egyáltalán elkészülhessen, vagy lejátszásra kerüljön. Nyilván minden ügy más és más, itt általánosságban nem tudok erre mit mondani. Ennek az esetnek is ismeri kéne a részletes körülményeit, hogy konkrétan ebben állást lehessen foglalni. Az biztos, hogyha van egy jogerős ítélet, ott maximum perújítást fog tudni kezdeményezni, illetve van még egy rendkívüli perorvoslat, az úgynevezett felülvizsgálat. Erre az esetre pedig akkor kerülhet sor, hogyha jogszabálysértés történt az első vagy a másodfokú bíróság eljárásban. Ez nagyon ritka. De akkor ebben az esetben is most azt tudjuk javasolni, családon belül azért próbálják meg ezt a dolgot megbeszélni egymás közt. Nyilván, azt gondolom egyébként, hogy ennek is kicsi az esélye, hiszen itt végigment egy polgári per első és másodfokon. Most ezután megbeszélni azzal, aki egész végig tagadott és védekezett, nehéz lesz, meg kell próbálni. Köszönöm szépen, ügyvéd úr, hogy itt volt ma is velünk.
Mára ennyi, de érdemes nézniük a következő adást is, amelyben megpróbáljuk kideríteni, hogy vajon mitől vizesedik és penészedik egy hozzánk forduló nézőnk tettyei háza. Több évtizede él ott, a probléma azonban csak néhány éve jelentkezett ilyen látványosan. Mit lehet tenni ilyen esetben? Erről beszélgetünk majd legközelebb, de addig is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, mondják el gondjukat, problémájukat, szóljanak nekünk, ha nem tudják, hogy kell elintézni. E-mailt vagy levelet bármikor küldhetnek, ha pedig személyesen szeretnének jönni, akkor hétfőnként 10 és 14 óra között várjuk Önöket itt a Rákóczi út 11-ben. Még érjük, kiútat keresünk a labirintusból.